napot kívánok, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, Kelemen Csaba vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban infokommunikációért felelős államtitkárságán dolgozom, sokakkal ismerjük egymást, sokakkal találkoztunk. Én az ünnepeket csak az evangelizáció szempontjából szeretném ide citálni, ugyanis nekünk, és én is minden ilyen típusú alkalmat felhasználok arra, hogy megpróbáljam bemutatni azt a környezetet, amiben mi dolgozunk, és hogy mindenkit arra ösztönözzek, hogy vegyen részt abban a munkában, amit mi is folytatunk, és legyen részese annak a fontos konzultációnak, amit mi nagyon fontosnak tartunk, mert ahogyan államtitkár is mondta, nem egy elefántcsontoronyban szeretnénk ülni, amiben mi határozzuk meg, hogy mi a mi feladatunk, és mi határozzuk meg, hogy a piacnak mire van szüksége. Erre szerintem senki nem lenne levő, ezért igyekszünk mindig mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet konzultáljunk a piaci szereplőkkel. Részlegesen érintve volt már a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, nem is szeretnék róla sokat beszélni. Mi ezt azért készítettük el, mert egyrészt egy uniós kötelezettségünk is volt ebben az ügyben, hogy biztosan meg tudjuk mondani azt, hogy a következő 7 évben azt a forrást, amit mi el szeretnénk költeni, ezt mire szeretnénk elkölteni. Az unió ilyen értelemben nagyon jó gazda, mert azt mondja, hogy csak arra adok pénzt, amire igazolva látom, hogy amin én látom, hogy igazoltam, mire fogják azt felhasználni. Nyilván senki nem szeretne úgy pénzt adni, egyetlen más szereplőnek sem, hogy nem látja a célokat, meg az eszközöket, amiket ehhez hozzárendeltek. Mi hosszú-hosszú ide alatt dolgoztunk ki egy módszertant arra, hogy hogyan is csoportosítsuk a különböző beavatkozásokat, amiket ezen a téren szeretnénk. Részben csináltunk is, meg szeretnénk a jövőben folytatni, és ezt a 4-es felosztást találtuk a legalkalmasabbnak. Részben itt az állami fejlesztések, akár az informatikai ellátottság, akár a használatösztönzés, akár az állami szereplők ilyen technológiákkal való ellátottsága. A második nagy pillér a digitális gazdaság, ami szerintem az egyik talán legfontosabb, és erre a legkevesebb figyelem, talán a legkisebb figyelem fordult az elmúlt években. A harmadik a digitális infrastruktúra, ami gyakorlatilag egyfajta enabler hatást tesz lehetővé. Tehát mindig mindenhol szükség van rá ahhoz, hogy mindaz, amiről mi beszélünk, az elérhető legyen. És a negyedik, amit digitális készségeknek vagy digitális kompetenciának szoktunk nevezni, az azért fontos, mert hiába áll rendelkezésre minden infrastruktúra, meg minden eszköz, ha azt nem tudják használni akár az állampolgárok, akár a vállalkozások, akár az állam munkatársai. Egy szlájdot átvettem államtitkár úr előadásából, pontosan azért, hogy én szeretek mindig az alapoktól elindulni, és valamilyen keretbe rendezni az előadást. Pontosan azért, hogy megmutassuk, hogy ez a szlájd ez csak azt mutatja, hogy nem állunk rosszul az ellátottság tekintetében. De ez azért egy picit csalfa. Tehát, hogyha valaki megnyitja a KSA honlapját, és megnézi, hogy hány vállalkozás van Magyarországon, akkor nagyjából azt fogja látni, hogy kb. 1,6 milliónál tartunk jelenleg. Ez a egy hónappal ezelőtti adat. A KSH úgy kategorizál, hogy az első kategória nulla és ismeretlen számú KKV. Azt nem tudom, mi az ismeretlen szám, mert a következő kategória már 1-től 9-ig megy, ezt mindenki gondolja végig saját maga. De ebben a kategóriában több mint 500 000 vállalkozás van. A 1 és 9 fő közötti vállalkozások száma 1,1 millió. És akkor van a 10 fő feletti vállalkozások száma, ami nagyjából 35 000. Tehát elég éles az elválasztás, és mi nagyon sokat beszélünk arról, hogy a KKV-ket fejleszteni kell. Csak mi arra szeretném ezzel az adattal felhívni a figyelmet, hogy nehogy véletlenül abba a hibába essünk, hogy a teljes KKV piacot ezek a számok alapján próbáljuk megítélni. Az 1 és 9 fő közötti vállalkozások 86%-a rendelkezik számítógéppel, vagy laptoppal, de ez ténylegesen azt jelenti, hogy ezeknek az egy jelentős része, tehát 1,1 millió vállalkozásról beszélünk, jelentős része olyan vállalkozás, amely nem klasszikusan vállalkozás formában működik. Tehát nyugodtan tekinthetjük akár állampolgárnak is, és állampolgárként is viselkednek. Tehát azért részben torzítják ezt az adatot. Nyilván kategóriában nagyon sokan olyan vállalkozást visznek, amely mondjuk a főállásuk mellett működő vállalkozás, és állampolgárként is használják ugyanazt a számítógépet, amit a vállalkozásban bevittek. De minden esetre meg tudjuk
állapítani ezekből az adatokból, hogy a 10 fő feletti vállalkozások esetében, amire egyébként az Unió is nagy hangsúlyt fektet, nem nincsen nagy probléma. Az valóban egy jelentős hiányosság, hogy a 10 főig tartó vállalkozás szegmensben a magyar KKV piac borzasztóan egészségtelen. És gondolják végig, hogy ezekre kell stratégiát és programokat alkotni. Ezeknek a KKV-knak kell pályázatokat kiírni. Tehát, és hozzátéve azt, hogy minden állami támogatás picit torzít. Tehát akkor lehet, hogy még jobban torzítunk, vagy még jobban javítunk. Na ez, ennek az egészséges arányát kell megtalálni. Még egy szlájd, amit az előző előadásban is láthattak. Ez sokkal beszédesebb, hogy a felső szlájd az a 10 főnél magasabb létszámmal rendelkező KKV-k esetében az integrált üzleti folyamatokkal rendelkező vállalkozásokat mutatja. Ez azért érdekes, mert ebben elég jelentős az elmaradásunk az uniós átlaghoz képest, és ez azt is jelenti, hogy a magyar vállalkozások nem jöttek arra rá, hogy az, hogy informatikai eszközünk van, az még semmit nem jelent. A mi vállalkozásunk szempontjából a hatékonyság eléréséhez olyan speciális alkalmazásokra van szükség, amelyekkel a működés hatékonyabbá tehető. Amikor egy vállalkozó leül és végig gondolja, hogy mit szeretne a következő években elérni, akkor azt mondja, hogy én szeretném a bevételemet növelni és a költségeimet csökkenteni. Költségeket csökkenteni informatikával lehet. Sokan nem tudják, de és ebből következően, amikor költségeket kell csökkenteni, akkor pont az informatikát csökkentik. Tehát ez egy nagyon erőteljes ördögi kör, de az lenne a jó, hogyha ez nem így lenne. És mi megpróbálunk minden lehetőséget felhasználni arra, hogy ennek a szektornak az előnyeire, meg az alkalmazások, meg a technológiai előnyeire hívjuk fel a figyelmet. Azt szeretnénk, hogyha az ilyen típusú alkalmazásokat használó vállalkozások aránya az 30% lenne 2020-ra. A nagyon hosszú elemzés található a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában. Ebből néhány következtetést hoztam ide. Amiről részben beszéltünk az előbb, az az, hogy nem az ellátottság az, ami a gondot okozza. Számítógépünk, laptopunk van. Most majd jönnek a tabletek, meg az újfajta, új típusú, új generációs hibrid eszközök. Nagyon jelentős az elmaradás a tudásban. Az arról alkotott képben. Ez az a kognitív gát, amit nagyon sokat szoktunk mondani. Jellemző példa, hogy Magyarországon az állampolgárok, amikor interneteznek, akkor elsősorban közösségi oldalakat látogatnak. Torony magasan mi vagyunk az elsők az Európai Unió 28 tagállama közül. Majd amikor arról kell gondolkodni, hogy a vállalkozás hogyan használja a közösségi oldalt a saját maga életében, akkor gyakorlatilag a tök utolsók vagyunk. És nem kell doménynevet regisztrálni ahhoz, hogy az éttermünknek, kertészetünknek honlapja legyen, hanem Facebookon egyszerűen lehet regisztrálni. És erre az egyszerű alkalmazásra, erre a lehetőségre nem jönnek rá a magyar vállalkozók. Ebben az értelemben is fontos kiemelni azt, hogy nem a vállalat méret számít. Ez gyakorlatilag egy magyar KKV betegség. Aztán, amit említettem már, hogy nagyon alacsony az IKT beruházási hajlandóság. Ahol lehet költséget csökkenteni, ott mindig az informatika lesz az első helyen. Remélem ez a BMW-s példa nem az általános vállalkozásoknak a jellemzője. Aztán nem hívünk rá arra a vállalkozók, hogy lehetne használni ezeket az állam által nyújtott szolgáltatásokat. Ezért aztán cél, mert látjuk azt, hogy a kötelezés az nagyon jó hatással van a vállalkozások IKT használatára is. Cél az, hogy 2018-ra minden vállalkozás által igénybe vehető szolgáltatást online elérhetővé tegyünk, és 2020-ra ezt kötelezően vezessük is be minden vállalkozás számára. Tehát ne legyen olyan ügy, amelyet az vállalkozónak az állammal kell intéznie, amit papíralapon kell benyújtania. Három nagy motivációs tényezőt vizsgáltunk, és ebből egy volt az, ami alapvetően fejlesztésre szorul, és ami állami beavatkozást igényel. A szabályozásnál, ezt egy picit összekevertem, bocsánat, de a szabályozásnál igazából nincsen probléma. A fiskális és finanszírozási
területen, ott az államnak majd a pályázatok útján kell beavatkoznia a piacba. És a harmadik volt az a motivációs gát, amiről sokat beszélünk, ez állampolgári és vállalkozási probléma is egyben. Igen. Amikor digitális kompetenciáról beszélünk, akkor érdekes módon nem mindenki az árra szokott asszociálni elsősorban, hogy milyen drága az internet, és hogy nincs, nem tudjuk megfizetni, és ez az elsődleges költség, amiről le lehet mondani, és ha a szórakozásról van szó, akkor mindenki a TV előfizetésben gondolkodik. És akkor jövünk mi azzal, nagyon okos közgazdászok, meg jogászok, meg kutatók, hogy hát ez nem így van, hanem az emberek azt mondják, és a vállalkozások, ezért is említettem azt a két számot, ezt a nagyjából másfél milliós KKV számot, mert ezek gyakorlatilag állampolgárként viselkednek, akkor jönnek ezek az érvek, hogy nem érdekel, nem tudom, mire jó ez, fölöslegesnek tartom, jól meg vagyok nélküle. Minden ilyen érvet a vállalkozások vissza szoktak mondani, amit az állampolgári kutatások is alátámasztanak. Nem tartják fontosnak, hasznosnak ezt az eszközt a saját vállalkozások életében. De ez alapvetően összefügg azzal, hogy a magyar KKV szektor mi. És ahogy említettem, ezért nagyon nehéz megfelelő programokat is csinálni, megfelelő pályázatokat is kiírni. Nem ismerik fel a KKV-k, hogy ez versenyelőnyt jelentene nekik. Az egy másik kérdés, hogy amikor informatikáról beszélünk, akkor ez egy piac tisztítást is jelent. És ez nem biztos, hogy mindenkinek érdeke. És ráadásul a kognitív vagy motivációs gátak között szerepelnek a biztonsággal kapcsolatos kérdések is. Ezért van az, hogy amikor mi digitális gazdaság pilléről beszélünk a Infocom stratégiában, akkor annak kiegészítéseként mi a digitális kompetenciák pilléren belül beszéltünk arról, hogy a KKV-kat képezni kell. Évek óta dédelgetünk egy ilyen álmot, hogy jó lenne a KKV-kon belül, a KKV-k számára a megfelelő intézményrendszeren belül, meg a szakmai és civil szervezetek segítségével egy olyan programot elindítani, ami számukra motivációs és képzési programot jelent. Ez azért is fontos, mert mi sokat foglalkozunk azzal a házon belül, hogy kigyűjtsük azokat a nemzetközi best practice-eket, amiket felhasználhatunk a saját magunk programjaiban, és amikkel minél több vállalkozást tudunk elérni. De hozzáteszem még egyszer, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy azok a best practice-ek, amiket itt kigyűjtöttünk, és nem biztos elérhető lesz majd ez az előadás, ezekről részletesen nem szeretnék beszélni, azok egy viszonylag egészséges vállalkozói szektorra, KKV szektorra épülnek. A magyar, az, mint láttuk, az nem teljesen ilyen. Ezért, és ráadásul a nyugat-európai országok, ahonnan ezek a best practice-ek származnak, jóval nagyobb arányban használnak ilyen eszközöket és alkalmazásokat, szolgáltatásokat, mint mi. És sokkal könnyebben elérhetőek, sokkal tisztábbak ezek a viszonyok. Magyarországon sok vállalkozás nem tagja a kamarának, vagy csak akkor lesz tagja a kamarának, hogyha kötelezővé teszik. Mert nem látja az előnyét. De ha egy olyan program, ami motivációs jellegű, meg képzés jellegű, az a kamarákon keresztül indul el, és a kamarák olyan szolgáltatást nyújtanak majd a vállalkozásoknak, amikkel saját életüket megkönnyítik, akkor valószínű, hogy az elérés, vagy a diszemináció is sokkal nagyobb hatásfokot fog elérni. Ami érdekesség, az az, és ezt a államtitkárról előadásában is lehetett látni, hogy nagyjából 21 néhány milliárd forintot költöttünk el direkt KKV programokra az elmúlt 7 évben. A következő 7-ben 65-öt kell, tehát háromszor annyit. Ez nagyon nagy felelősséget ró ránk. Azért is, mert ezt mi egyedül az állami oldalról biztosan nem fogjuk tudni úgy pályázatokon keresztül elkölteni, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Ehhez nagyon fontosak a KKV-k, meg nagyon fontosak azok a civil, meg szakmai szervezetek, iparkamarák, az IVS, az Infotér, és minden a hírközléssel kapcsolatos szakmai szervezetek, akiknek a tudására mi folyamatosan igényt is tartottunk, meg igényt is tartunk majd a jövőben. Azért jól látszik, hogy a magyar kormányzat
majdnem meg háromszorozta a gazdaság fejlesztésre fordítható források nagyságát. Csak az infokommunikációs szektorra, tehát csak piaci fejlesztésekre 170 milliárd forintunk lesz a következő 7 és N plusz 2, N plusz 3 szabály szerint a következő 10 évben. Ez nagyon sok. Ez azt jelenti, hogy évente IKT-re 17 milliárdot ki kell fizetni. Optimista vagy idealista ember vagyok, tehát remélem, hogy ez tényleg így lesz. De nyilván az uniós intézményrendszer, meg az eljárási szabályok azért adnak egyfajta könnyítést. De ez akkor is évente több 5-10 milliárd forintos kifizetéssel kell, hogy rendelkezzen ez az operatív program, legalábbis ennek az infokon prioritása. Nem tudom, mennyit tudnak a tervezési folyamatról, a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programnak jelenleg most már 7 prioritása van. Ebben a harmadik az infokommunikációs fejlesztések 170 milliárddal, de azt azért elmondanám, hogy a pénzügyi eszközök, ami jellemzően hitelt, tőketámogatást és garanciát jelent, ott újabb 94 milliárd forinttal rendelkezik ki, csak az informatikai szektor. Ez ugyan visszatérítendő támogatás, de azért akkor is jelentős. Soha ennyi pénz nem volt informatikára, mint ami a következő 7 évben rendelkezésre fog állni. És akkor újra, hogy ezeket a számokat memorizáljuk, 39 milliárd forintunk lesz az e-gazdaságra, tehát a felhasználói szektor fejlesztésére, és 26 milliárd forintot szeretnénk az iparág fejlesztésére fordítani, ami mérnökképzésre, informatikus képzésre, az informatikai termékek exportjára, alkalmazások, szolgáltatások exportjára fog fordítódni, illetve exportösztönzésre és innovációra. Ezt a két szlájdot, igen. És akkor néhány gondolat arról, hogy milyen pályázatokat szeretnénk a következő 7 évben. Az egyik, az, ami azt a hiátust próbálja kezelni, hogy a KKV-k mennyire szembesülnek azzal, hogy motivációs gátak akadályozzák őket a kompetenciafejlesztés területén. Erre szeretnénk egyet. Jellemzően olyan szervezetek, például a kereskedelmi és iparkamara bevonásával, amely jó kapcsolatokat ápol a vállalkozásokkal, és sokkal több információval rendelkezik róluk, mint mi. Lehetne olyan pályázatokat lebonyolítani, biztosan lesznek is ilyenek, ahol az irányító hatóság, a közreműködő szervezet közvetlen kapcsolatban van a vállalkozásokkal. De ez sokkal nagyobb ráforítást és erőforrást igényel az állam oldaláról, mint hogyha egy olyan szervezet kezébe adjuk a pályázat lebonyolítását, amely sokkal nagyobb információval rendelkezik a vállalkozásokról, mint mi. Szeretnénk olyan pályázatot kiírni, amely segíti azokat a cégeket, akik már valamilyen termékkel rendelkeznek, hogy ezt piacra tudják juttatni. Mert most ebben is nagyon nagy hiány van. Erről beszéltem. Erről is. És végül szeretnénk olyan programokat indítani, amelyeket az elmúlt 7 évben már viszonylag jó tapasztalatokkal és jól bejáratottan tudtunk működtetni. Ezeket biztosan változtatott formában kell majd újra kiírni, de ezek azért jellemzően olyan pályázatok voltak, amelyek a vállalkozásokon belüli folyamatokat informatizálták, hogy ezáltal is mi segítsük a vállalkozásoknak a hatékony működését. Köszönöm szépen!